Hello everybody, good evening. Jó estét mindenkinek. Okay, good. It's not. Okay, today our topic is how can we manage our. A mai témánk az, hogy hogyan tudjuk kezelni a szorongásunkat, a chi, vagyis vagy a képmedicina segítségével. Tudjuk azt, hogy a modern társadalomban sok különböző dolog van, ami az érzelmeinket nagyon negatív irányba befolyásolja. Egészen a szorongásig eljutunk. Tehát különös tekintettel a szorongásra. Meg tudjuk magunkat vizsgálni. Okay. Yeah, no, it's okay. So, great. Yeah, everybody in your life, sometimes you had the anxiety. Tehát mindenkinek az életében volt már olyan, hogy szorongott. Mi ez a szorongás? Van egy egyszerű magyarázata a szorongásnak. Amikor ezt a szót használjuk, hogy szorongás, akkor tudjuk mindig, hogy mire gondolunk. De amikor megpróbáljuk elmagyarázni más szavakkal, hogy mi is ez, akkor rájövünk, hogy amikor szorongást érzünk itt a mellkasunkban, akkor ez egyfajta aggódás. Aggódunk valami miatt, aggódunk az életünk miatt, aggódunk saját magunk miatt, a rokonaink miatt, a kis állataink miatt is aggód, vagy azokért is aggódhatunk. A barátainkért is aggódunk. Az országunkért is aggódunk. Ez egyfajta aggodalom. A szorongás az aggódást jelent. És amikor azt mondjuk, hogy ez nem csak aggódás, akkor rájövünk arra, hogy igazából egyfajta félelmet is érzünk. Félünk attól, hogy valami történik. Bennünk van a félelem. Félünk attól, hogy valaki hirtelen meghal, vagy valami nagyon nagy dolgok történhetnek, amik nagy sérüléseket, károkat okozhatnak, ártalmasak valakik számára. Tehát ez egyfajta félelem. Tehát a szorongás általánosságban azt mondhatjuk, hogy ez az aggodalom és a félelem kombinációja. Amikor szorongunk, akkor aggodalmat és félelmet érzünk egyszerre. Ez normális.
mindenki, tehát mindenkiben megjelenik a szorongás időnként, mert hogy a társadalomból olyan fajta problémákat kapunk, amik sajnos megjelenítik bennünk a szorongást. De hogyha az embernek megjelenik a szorongás, és gyorsan el is múlik, akkor ez egy normális dolog, ez nem számít. A probléma ott kezdődik, amikor hosszú időn keresztül fennáll ez az állapot, a szorongás. Hogyha hosszú időn keresztül bennünk van a félelem, ez már hat a mindennapi életünkre. És akkor meg kell találnunk azt a módszert, amivel megszabadulhatunk a szorongástól, amivel meg tudjuk ezt gyógyítani. Mindig ugyanez a kérdés jelenik meg. Hogyha az életünkben jelen van ez a szorongás, akkor meg akarjuk mindig találni, hogy mi okozza ezt. Mindig meg szeretnénk találni az okokat. Milyen okai lehetnek annak, hogy az életünkben megjelenik a szorongás? Milyen fajta tünetek jelennek meg az érzelmeinkben? Hogy ez alapján esetleg megtalálhatjuk, hogy mi a szorongásunk, mitől van a szorongásunk, mik a tünetei a szorongásnak. Ha le tudunk teljesen csendesedni, hogy, és úgy gondolkodunk el azon, gondolunk arra, hogy milyen tünetei lehetnek a szorongásnak. Mindenki, aki már megtapasztalta a szorongást, az érzi ezeket a tüneteket, érzi, hogy ideges, különösen, hogyha hosszantartó, erős szorongásról van szó. Az idegesség is egyfajta szorongás, annak a tünete, a szorongásnak a tünete az idegesség. Ha rosszak az idegeink, akkor elkezdhet remegni a karunk, a testünk. Időnként a szívünket is azt érezzük, hogy nagyon gyorsan kezd el verni. Az izmaink is megfeszülnek és remegnek. De van, aki nagyon gyorsan lélegzik ilyenkor. Ez az idegesség. Az idegesség okozza ezeket. Tehát ezeket a jelenségeket, hogy gyorsan ver a szívünk, gyorsan lélegzünk, remegnek az izmaink, remegünk, rosszul érzünk magunkat, ez mind emiatt van. És a szorongásnál még van egy egyértelmű, nagyon rossz tünet, mégpedig az, hogy hatással van az alvásunkra, nem tudunk aludni. Van, akinek álmatlanság alakul ki emiatt. Félünk, hogy valamilyen veszély alakul ki, veszélyhelyzet jön. Sokszor van az, hogy ott fekszünk az ágyban, és azt érezzük, hogy a testünk elkezd izzadni. Nem tudunk aludni. Nincs energiánk, nagyon fáradtnak érezzük magunkat, és stresszesnek érezzük magunkat. Ezek mind a szorongás tünetei. És
Félünk attól, hogy emberekkel találkozzunk. This kind of symptom, if you can control, that is okay. No problem. We can control it. Ezeket a tüneteket, ha tudjuk irányítani, vagy kontrollálni, akkor nincs probléma. Ha nincs hatással az életünkre, akkor nem kell miatt aggódnunk. De a szorongás egy olyan állapot, amikor nem tudjuk kontrollálni az állapotunkat, akkor nem tudjuk irányítani az állapotunkat, és ez már problémákat fog okozni nekünk. Tehát mindenképpen kontrollálnunk, irányítanunk kell ezt a szorongást, hogy meg kell tőle szabadulnunk. Több mint 30 éves tanítás és gyógyítási tapasztalataim alatt nagyon sok emberrel találkoztam, akinek súlyos szorongása volt. És mindegyiknek, tehát nagyon sokféle különböző oka volt ezeknek a szorongásoknak. Voltak belső okok, és voltak külső okok. Érzelmi okok, energetikai okok, vagy fizikai okok is voltak ezek között. Tehát különböző okai lehetnek a szorongásnak. Nem csak külső események, történések okozhatják, például mikor vitatkozol, veszekszel valakikkel, vagy jön egy rendőr hozzád, és nem tudod, hogy mi történt. Ezek így mind, ezek a dolgok mind szorongást okoznak. Ezek külső okok. De ilyen esetekben, amikor ezek a külső okok megszűnnek, eltűnnek, akkor eltűnik a szorongásunk is. De nagyon sok olyan emberrel is találkoztam, akiknek olyan szorongásuk volt, akik nem tudtak aludni, és nem azért, mert külső okok okozták, hanem belső okok. Vannak olyan fizikai betegségek, amik szintén szorongást tudnak okozni. Például a pajzsmirigy problémák. Tehát amikor valakinek túlműködése van, pajzsmirigy túlműködése van, az szorongást okozhat. Aztán lehetnek a légzési problémák, mint például az asztma. Hát a koronavírus két éve alatt nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akiknek szorongásuk volt, tehát szorongtak amiatt, hogy a tüdejük nem tud elég oxigént felvenni. Ez nem valódi fizikai asztma, hanem ez egy légzési probléma. Online is gyógyítottam minden nap sok mindenkit, több száz embert, akik Kínában is, akik nagyon hirtelen koronavírusosak lettek, és nagyon gyorsan, általában 3 hét alatt meg is haltak sokan. Ez a koronavírus ugye légzési problémákat okozott, és az emberek nagyon komolyan szorongtak emiatt. Volt olyan ember, aki azt mondta neked, hogy mester, meg fogok halni, félek a haláltól, mert nem tudok jól lélegezni, és félek a haláltól. Ez az elmúlt két évben nagyon tipikus probléma volt. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akiknél ez a légző rendszeri problémái miatti szorongás jelent meg. Most az elmúlt pár hétben is találkoztam emberekkel, sok mindenkivel, akik szorongtak. Nem mind volt nagyon erőteljes. Volt olyan ember, aki folyamatosan dohányzott.
few days while the body started to feel very badly. És volt olyan, hogy pár napig abba kellett hagyniuk a dohányzást egy pár napra, és amikor újra elkezdtek, akkor dohányozni, akkor nagyon rosszul érzték magukat a dohányzástól. Ugyanez a drogok vagy gyógyszer használatnál is. Nagyon rosszul érezték magukat. Az alkohollal is ez fordult elő, hogy nagyon rosszul lettek tőle az emberek. Most hirtelen nem használunk pár olyan gyógymódot, drogokat, alkoholt, dohányzást, és az is szorongást okozhat. Sugar level higher also can cause anxiety. De például amikor a vérünkben a vércukor szintje magas, a cukorszint magas, ez is szorongást okozhat. De nagyon sokféle különböző oka lehet a szorongásnak. És sok olyan szorongásos állapot van, ami nagyon komoly problémákat okozhat. Különösen, ha már vannak problémáink, ha például már stresszesek és depressziósak vagyunk, és ehhez bekövetkezik valami külső okok, amik szorongást okoznak, ez sokat ront a depresszió állapotán például. Ugye a szorongás problémákat okozhat az alvásban, és ha valakinek már álmatlanság, tehát valaki már álmatlanságban szenved, akkor ezt rontja. A szorongás erőteljesen rontja. És a szorongás sokkal több fájdalmat okoz a testben. Például fejfájást is okozhat a szorongás. És ha volt már korábban fejfájásod, hát voltak már valamilyen fájdalmaid, ilyen krónikus fájdalmaid az életedben, és emellé társul a szorongás, akkor ezek az állapotok romlanak. Tehát a fejfájás és az egyéb fájdalmak is sokkal erősebbek, rosszabbak lesznek. Hogyha a szorongás túl erős, akkor hatással van a munkánkra és a tanulásunkra is. A legrosszabb eset, legrosszabb helyzet, amivel találkoztam, az nem túl sokszor fordult elő. Két eset volt, amikor a külső dolgok, külső események túl nagy félelmet okoznak. És emiatt ez a férfi és a nő az öngyilkosságot követel, mert túl sok a félelem, a szorongás. Nagyon sok súlyos esetet láttam már életemben. Azt mondjuk, hogy különböző sok oka van a szorongásnak. És most menjünk tényleg vissza a képmedicina álláspontjához. A képmedicinával mindig a test, energia és a lélek hármasán keresztül gondolkodunk, és ott keressük, hogy mi a probléma a testünkkel. Meg kell találnunk azt az információt, azt a képet, hogy mi a probléma. Kutatást kell végrehajtanunk. Kutatást pedig úgy végezhetjük, hogy összehasonlítunk egy csoport embert. Ezt saját maga elvégezheti mindenki, mert nem nehéz.
not difficult. For what? For example, if you find somebody and theirs, they have this. Például, ha találkozol valakivel, aki szorong. És akkor meg lehet nézni, hogy e körül az ember körül, kik azok, akik ugyanilyen állapotban vannak. És kik vannak ugyanabban a környezetben, ugyanabban a helyzetben, és meg lehet nézni, hogy ők ugyanúgy szoronganak-e, ugyanebben az állapotban vannak-e. És akkor rájöhetünk, hogy akik ugyanolyan feltételekkel, ugyanabban a környezetben élnek, van, aki szorong, van, aki pedig nem szorong. Pedig a feltételek ugyanazok. Ugye ezért mondhatjuk ezt, hogy mindenki különbözik. De mi ez a különbség? Mert ez így van. Ha megtaláljuk a különbséget, ha rájövünk, hogy mi a különbség az emberek között, azok közt, akik ugyanabban a helyzetben szoronganak, vagy sem, és hogyha megértjük, hogy mi a különbség oka, akkor erősíthetjük azokat az embereket, akik gyengébbek. És megoldhatjuk ezt a problémát. Ugye ugyanabban a helyzetben lévő emberek közül nem mindenki szorong. Amikor a feltételek, a körülmények különböznek, akkor meg lehet nézni, hogy az az ember, aki nem szenved szorongástól, hogy milyen képeket találunk, és ezeket a képeket használhatjuk azoknál az embereknél, akik szoronganak. Ez a képi gondolkodásmód, a képmedicina gondolkodásmódja. Nem kell szoronganunk, nem kell aggódnunk a problémák miatt, össze kell hasonlítanunk az egészséges embereket és a beteg embereket. Megnézni, összehasonlítani, hogy képi szinten, a csí szintjén, spirituális szinten mik a különbségek. Összehasonlítjuk. A képek szintjén sokkal világosabb, érthetőbb ez. A képek szintjén rá tudunk jönni, hogy mi a helyzet. A csí szintjén szintén meg tudjuk állapítani, hogy miért van ez, hogy vannak olyan emberek, akik könnyen szoronganak, vannak, akik pedig nem szoronganak. One big difference. Ezzel a kutatással egy nagy különbséget találunk azok közt az emberek közt, akik mondjuk soha nem szorongtak, és azok közt, akik szoronganak. Akik soha nem szoronganak, azoknak a tudatuk ereje, az elme ereje nagyon erős. És ők nem félnek, nem aggódnak, nem szoronganak. Ezek az emberek, ha bármi lezuhan, az ég leszakad, akkor sem aggódnak. Ha bombák zuhannak az égből, akkor sem szoronganak, és nem félnek. Ha tudják, hogy holnap meg kell halni, akkor sem szoronganak, és nem félnek. Itt látszik a hatalmas különbség, a hatalmas különbsége pedig az elme ereje, a tudat ereje. Akinek kicsi az elme ereje, a tudatának az ereje, azoknak a... És akinek gyenge a szíve, azokra nagyon könnyű hatni, hogy féljenek, hogy szorongjanak. Nem számít. Tudjuk, hogy nagyon sok kiváltó oka lehet a szorongásnak, de ha tudjuk, hogy ha erős az elménk ereje, akkor meg tudjuk erősíteni az erőnket, megnöveljük az erőnket, a csínket, és meg tudjuk védeni magunkat a szorongással szemben. Oké, most elemeztük a szorongást. A legtöbb ember számára
lecsökken, tehát le tudja csökken, le tudjuk csökkenteni a szorongást azzal, hogy az elme erejét megnöveljük. Különböző emberek ugye, használnak, tehát drogokat, gyógyszereket szednek, dohányoznak. Itt személyre szóló megoldásokat kell keresni, hogy meggyógyuljon, meggyógyítsuk a betegségeket. De legtöbb embereknél, legtöbb embernél az általános módszer az, hogy megerősítjük az elménk erejét, megnöveljük az elménk erejét, és ezzel lecsökkentjük a szorongást. A gyakorlásunkban megvan ez a fajta módszer, hogy hogyan tudjuk ezt kezelni. A középső tantienben, mikor vizualizáljuk a piros gömböt, vagy pedig a középső tantienben vizualizáljuk az önvalónkat, saját magunkat. Hát vizualizáljuk saját magunkat a középső tantienben. Ezzel saját magunkat megerősítjük, megnöveljük az elménk erejét, a lelkünket, a tudatunkat megerősítjük ezzel a gyakorlattal. Vizualizáljuk a középső tantient, a középső tantientben a piros gömböt. És most meditáljunk, vizualizáljuk a piros gömböt a középső tantienben. Kövessetek együtt. Segíteni fogok abban, hogy megszabaduljatok a szorongástól, és megerősítsétek a elmétek erejét. És segít abban is, hogy a lelkünket megerősítsük. Csukjátok be kicsit a szemeteket, tegyétek a kezeteket a középső tantienre úgy, hogy a hüvelykujjak ujjbagyai érintkezzenek egymással. Strengthen our mind. Megerősítjük a tudatunkat, az elménket. Visualize red bow and middle dantian. Vizualizáljunk egy piros gömböt a középső tantienben. Strengthen our mind force.
Megerősítjük az elménk erejét. Visualize mid-dentian the red ball. Vizualizáljuk a középső dentiánben a piros gömböt. Érezzük ott a forró gömböt.
Okay, slowly come back. Rendben, akkor lassan térjünk vissza. És koncentráljuk a csít, sűrítsük a csít a középső tantienbe. Vezessük le a kezünk segítségével a csít az alsó tantienbe. És koncentráljuk a csít az alsó tantienbe. Okay, move down again. Move your chi to low dantian. És megint vezessük le a csíkt a középső tantienből az alsó tantienbe. Okay. This practice will not cause anxiety. If you feel something like ez a gyakorlás nem fog szorongást okozni, vagy ilyen problémákat, hogyha erősebben ver a szívünk ilyenkor, ez azt jelenti, hogy kicsit gyengébb a szívünk. A chi egy kicsit megmozgatja, felpörgeti ilyenkor a szívet. Ilyenkor kicsit többször kell ezt gyakorolni, és kiegyensúlyozza majd a szívet. Mára be is fejeztük, és viszlát mindenkinek. Jó ét!